Idén 100 éves a modern poligráf, vagyis a hazugságvizsgáló. Kerekes Tamás ennek az igencsak misztikus és rejtélyes területnek az egyik hazai szakértője. Korábban dolgozott már az ORFK-nál, és eddig közel 10 000 hazugságvizsgálatot végzett már el. Vele beszélgetünk most a témában. Jó estét, szia! Jó estét, üdvözlök mindenkit! Hát, Tamás, te pszichológusként végeztél az ELTE-n, de hogyan keveredtél így a hazugságvizsgálat és a kriminalisztika világába? Az egyetemi végzés után más területre kanyarodtam, de aztán egyszer csak a rendőrség, mint lehetséges munkáltató megjelent előttem, és akkor így a BRFK-ra kerültem, ahol egy hazugságvizsgáló készülőkkel is találkoztam, amit éppen nem használt egyébként senki akkor, és nagyon megmozgatta a fantáziámat, hogy vajon mit lehetne ezzel kezdeni. Így elkezdtünk a kolléganőmmel egy olyan szakemberhez járni, aki valamennyire értett hozzá, és egy-két vizsgálatot ott végeztem is. Azonban évek alatt ez inkább a szenvedélyemmé vált, és egy olyan helyre kerültem át az ORFK-n, ahol viszont kifejezetten ezzel foglalkoztak, úgyhogy így szinte minden időmet ezzel töltöttem, és így aztán ez már lassan 25 éve volt, úgyhogy 25 éve ezt a szakmát végzem. Ahogy Flóra említette, 100 éves nagyjából ez a történet, talán egy picit több. Honnan indul maga az izgalmas történeti része? Hát az izgalmas történeti rész az egészen visszanyúlik szerintem 100 év előtre is, mert az emberek ugye szerették volna valahogy detektálni a mások hazugságát. És akkor ugye vannak külső jelei ennek, tehát mikor valaki elpirul, vérnyomása emelkedik, jobban izzad. Tehát ezek a reakciók, amik általában akkor jelennek meg egy embernél, amikor fél, izzad, stressz helyzetbe kerül. És ugye ezt valahogy mérni szerették volna, és pont az a 900-as évek eleje volt az időszak, amikor megjelentek azok az első orvosi műszerek, amik ezeket a dolgokat képesek voltak mérni. Tehát lehetett mérni a galvanométerrel az izzadságot, lehetett a vérnyomást mérni, azt úgy hívták, hogy szfinxométer, és akkor ezekkel a készülékekkel, amiket kifejezetten külön-külön orvosi eszközre készültet, ezeket építették össze. Hát akkor nézzük is meg, mert hoztál nekünk egy hazugságvizsgálót, illetve ennek annak a részeit, mi mindent láthatunk itt az asztalon? Végülis ezek a készülékek, amiket ma használunk, az ősi készüléknek a továbbfejlesztett változatai, csak manapság már minden digitalizálódott, tehát számítógépes eszközként használjuk ezeket. Például az első készülékben, amit ugye 1921-ben John Larson összeépített, volt egy pneumométer, ami az emberek légzését mérte, na most ebből ma már kettőt is használunk. Az emberek hasára és a mellkasára is teszünk egy-egy ilyet, és akkor a légzésüket ezzel vizsgáljuk. Ugye, ha jól tudom, akkor ezt a gépet nem feltétlenül csak bűnügyeknél használják, hanem talán még álláskeresőknél is, vagy azért vannak olyan szakágak, vagy az életnek olyan területei, ahol még fel szokott ez merülni? Igen, vannak olyan munkakörök, amelyek ugye kiemelt bizalmú munkakörök, amikor esetleg olyan információkkal, vagy nagy mennyiségű értékkel, pénzzel bánnak az emberek, ahol nem mindegy, hogy kit vesznek fel a munkakörre. Ilyen esetekben gyakran előfordul, hogy hazugságvizsgálattal szűrik meg a felvételi beszélgetés után az illetőt, hogy vajon az a múltjában esetleg nincs olyan tényező, ami miatt a felvétel akadályoztathatom, vagy esetleg nem készül a bűncselekmény elkövetésére. Mik voltak az eddigi legfurcsább, vagy legkülönösebb felkéréseid az hazugságvizsgálattal kapcsolatban? Hát, sok érdekes történetem van. Még olyan is volt, hogy valaki például egy hagyatéki tárgyalásra kért egy vizsgálatot, mert az édesapja, aki meghalt, őt kitagadta annak idén a vagyomból, és az hagyatéki tárgyalásra mégiscsak el kellett ugye mennie, mint örökösnek, és az volt az érdekes, hogy azt mondta, hogy szeretné megcáfolni, mert az édesapja koholt vádakkal tagadta őt ki annak idején, és hogy az, amit ő róla állít, és amit az egész család hisz róla, hogy ő ilyen meg olyan, ezt szeretné cáfolni. Például volt ilyen. Kell egyébként ehhez az emberi tényező. Most ez alatt azt értem, hogyha én vizsgálok ezzel a géppel valakit, vagy te, aki, ahogy mondtuk, több ezer vizsgálatot végeztél, te másként, más szemmel figyeled, és más dolgokat is észreveszel, vagy egyszerűen ott vannak az adatok, és azok mindent elárulnak?
Hát a poligráfos hazugságvizsgálat során mindig azokból az adatokból dolgozunk, amiket mérünk. Viszont, te is figyelsz, gondolom. Viszont persze én is mérek, illetve nagyon fontos, hogy ugye amikor egy vizsgálatot előkészítek, hogy milyen kérdésekkel állok neki az embernek. Tehát igazán ott jön elő az emberi oldal, hogy megtaláljam azokat a kérdéseket, amikkel pontosan azt az ügyet fel tudom deríteni. Ha rossz a kérdés sajnos, akkor nagyon könnyen lukra futhat az ember ilyen esetben. Mennyire pontos egyébként a hazugságvizsgálat, azt meg lehet határozni, mert például, hogyha egyszer rám kerülne ez a kis láncos szíj, amit az előbb mutattál, akkor biztos, egyből hogy egyből felmenne a pulzusom, igen. Igen, mindenki izgul egyébként, tehát ugye mindenki ugyanide, hogy hajajaj, biztos jó lesz ez így. De ugye pont ez, amit mondok, hogy a kérdések alkalmazásával lehet ezt kiszűrni, tehát valaki az, hogy hazudik, az teljesen máshogy néz ki így, mint hogyha valaki csak izgul. Egy nagyon okos, nagyon manipulálni tudó, manipulatív ember át tudja verni a gépet? Én inkább azt látom, hogy az okos emberek nehezebben tudják átverni. Mert hogy? Mert általában sokkal érzékenyebbek és sokkal jobban átélik azokat, azokat a helyzeteket, amit letagadnak. Tehát épp inkább az a probléma, hogyha egy alacsonyabb intellektusú embert vizsgálunk, és nem érti meg igazán a lényegét a vizsgálatnak, ő nagyobb eséllyel csúszik át egyébként, mint mondjuk az, aki egyébként nagyon jól tudja. Köszönjük szépen, Tamás, hogy eljöttél, és nagyon izgalmas volt ez a téma.